Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntek titeket ebben a mai videóban. Visszatértünk ide a Robloxba, és ma bizony elméletileg egy békés kalandot fogunk végigjátszani, de a map készítője azt mondta nekünk, hogy itt lehetséges, hogy lesznek gondok. Elméletileg itt vagyunk a kórházban, hiszen a játékban megszületett a gyerekünk, ide van írva, köszönöm, hát gratulálok! Fiú lett! Jaj, de jó, menjek gyorsan be a szobába, és látogassuk meg az újon született gyermekünket. Oké, eddig ez tök jó hangzik, menjünk be az ajtól, aztán úgy tűnik, hogy ez a baba nem olyan, mint aminek kéne lennie. Valamiért felemelte az orvosokat is. Jaj, azt mondja az orvos, azt mondja, gonosz lett a baba, mindenféleképpen el kell, hogy menekülj, gyorsan, át, ahogy csak tudok, jó, én húzok is innen, azt mondja, hogy a szellőzőken keresztül kell menni, de hát én nagyon nagy ívvel szeretném kerülni ezt a babát, húzzunk itt föl ezen a titkos ajtón, és oké, eddig úgy tűnik, hogy eddig sikerül, én ráugranék úgy a fejére, én ráugrok a fejére. Jó, ez az egy szálhajár, itt vagyok. Na most kapj el, baba. Hol vagyok vajon? Most már szóval rendben, ahogy csak tudunk, menjünk arra. Hát úgy tűnik, hogy elkapta az orvos, de azon kívül magába a helyiségbe is eléggé, hogy is mondjam, megváltoztatta a tereptárgyak elhelyezését szépen mondva. Az orvos úszik a vízbe, vagy ez nyál vajon? Azt szerintem inkább nyál, hogyha a baba csinált ezeket. Jó, köszönöm szépen. Eddig megint siker... le kell folyni vajon? Nem, azt hittem, hogy le kell folyni a vízzel, de nem. Jaj! Hát ez milyen kórház, hogy ilyen helyek vannak, hogy... Vagy ezt már a baba rakhatta ki? Hogy nekünk minél nehezebb dolgunk legyen innen kiszökni? Hát de szép kép, azt figyelj. A boldog család. Ez nagyon vicces, figyeljétek. Ez mi itt a kezén? Ez fogja a vasvillát, azt úgy pózolnak a házuk előtt. Meg a farm, hát ez nagyon jó. A boldog család idill. Jó, menjünk tovább, kinevettük magunkat. Gyere haver, hát téged mindjárt el fog kapni a baba. Hát igen, én is azt mondom, hogy ez miért van. Ó, teljes üvegeken fogunk, vagy ilyen teljes, nem cumi, igen, ez ilyen teljes üveg. Mennyi, itt mi van? Are you my mommy? Te vagy az anyukám? Hát, bocsánat, de nem valószínű, hogy én lennék az anyukád, szóval menjünk innen, vagy segítsünk elvinni. Figyeld, milyen aranyos kutya van a vállamon, kéne? Jó, én a srácok, tudjátok, én odaadnám szegény kislánynak itt fél egyedül, de menjünk tovább. A francba. Srácok, most jut eszembe, véletlenül nem vettem fel a checkpointokat, és a stage 1-nél járok. Bakker. Kezdhetjük valószínűleg előről az egész pályát, hogyha egyszer is meghal a karakterem. No, na mindegy, akkor most meg fogok nagyon-nagyon óvatosan csinálni, hogy nehogy előről kezdjen, de az a baj... gyerekhányás! Hát mi? Megszületik a gyerek, az csirkecombot kell adni egyből? Fú, mitől véres a csirke? Fú, ez egy kicsikét gusztustalan, de mindegy. Hát nem ilyen ételeket kéne adni a gyereknek, akkor nem hányna valószínűleg. De jó, én nem szólok bele, nem vagyok egy gyerek szakértő. Ja, és figyeljetek, rámják a checkpoint és nem adja hozzá, stage 1-nél járul. Ne szórakozz, és tényleg itt vagyunk az elején. Hol ez a nyamva checkpoint? Itt konkrétan ez elrontotta a pálya készítője. Nem lehet checkpointot szerezni. Hát ezt a hülyeséget én pedig igyekszek általában belemegy, figyeljetek, belemegyek és nem adja be a checkpointot. Mint hogyha ez már egy harmadik checkpoint lenne. Pedig a többieknek beadja. Na várjunk csak, ezt meg kell vagy oldani. Kövessük a gyereket, aki ide szponott, hogy hol lehet az a második. Igen, ennek nagyon egyértelműnek kéne lenni, hogy a felső a második checkpoint, mert hát ugye itt az első, onnan kezdtünk, aztán a másikat nem lehet bevenni a gyerekbe, biztos nincs a checkpoint remélhetőleg, meg hát itt is, nem tudom, itt fönt kéne, hogy legyen a második, de valamiért nem adja be, szóval nekünk ezt a pályát úgy kéne végigvinnünk, hogy egyszer se spawnolunk újra, mert konkrétan nem lehetséges, hogy újra spawnoljunk, lehetséges, ezért játszanak ilyen kevesen, ezzel el van rontva az egész pálya. Hát akkor kezdjük előről, ez egy, nem tudom, hogy végig tudom vinni ezt a pályát így a videóba.
Visszajöttem ide, legalább ezt a stage-et tudjuk teljesíteni ebbe a videóban. Tűnik, hogy ez a játék ténylegesen bugos, hiszen itt álltam direkt egy kis ideig, és ő ide spawnol vissza, én állok, figyeljétek, szóval neki ez a második checkpointja, szóval nem tudom azt, hogy nekem miért nem adja be, de most akkor megpróbáljuk úgy kijátszani valameddig legalábbis, hogy ugye folytatjuk tovább a pályát. Szóval, itt vagyok megint, és ez egy nagyon-nagyon nehéz rész, alig tudom megcsinálni, sőt, mert ugye kettőször vissza kellett spawnolni a pálya legelejére. Jó, köszönöm szépen, át is jutottam a következő részre. Úgy tűnik, hogy Dadvéka, ó, azt a, ne keltsd fel a babát, rendben, igyekszek nem felkelteni, de szerintem a piros itt ráz minket, szóval ide-oda kell ugrálni. Ó, azt ez nagyon durva. Milyen karanténszerűségben van a gyerek, figyeljétek! Hát eléggé félelmetes helyen születik, azt kell, hogy mondjam. De jó, én csak tovább jöttem, végre sikerült, és eljutottunk ideig. Most se tudom még fölvenni a checkpointot, szóval az mit csinált? Elesett konkrétan, azt visszaspawnol? Na, húzd már innen. Úgy konkrétan a 16-os... nem, a 9-es stage-nél járunk, mert aki előttünk van, bezzeg fel tudta venni a checkpointot, csak nekünk ilyen bugos nagyon ez a pálya, és konkrétan nem tudom, hogy miért. Lehetséges, hogyha még egyszer ki kell lépnem, be kell... Mitől? Ez mi volt? Lesestem! Aztán semmi igazából nem változott. Másoknak beadja, hiszen megvártam, hogy egy ember belesétáljon ugyanúgy a kettes checkpointba. Nekem meg nem, szóval gőzöm sincs, hogy mi lehet most ez, de remélhetőleg srácok, így is ki tudjuk játszani a pályát. Max eljutunk egy olyan pontig, ahol most már megunom a folytonos újrajátszás, és akkor abba hagyom ezt a videót. De igazából lehetséges, hogy én valamit felejtettem ki, és nem vettem fel, de ebben nem vagyok benne biztos, majd írjátok meg komment, vagy a véletlen én hagytam volna el valamit, de igazából ugyanúgy besétált a checkpointra a gyerek, és neki beadta, nekem meg nem. Szóval ez egy picikét furcsa, most eredetben jelenleg csak nekem nem adta be azt az egyetlen egy kettes checkpointot, aki a szerveren van, aznál mind átjutott rajta, szóval ez egy picikét furcsa, hogy csak nekem nem, gőzöl sincs, lehetséges, hogy én hibáztam most ezt el. Elembe kezdjük és játszunk, remélhetőleg most már végig tudjuk egy magasabb szintig játszani a pályát, bár azért 10 stage-ig eljutni, úgyhogy egyszer se, és hogy folyton vissza kell spawnolnunk, szerintem az már egy elég jó teljesítmény, de megpróbálok 11 stage-ig eljutni minimum, jó, oké, ez addig a legnehezebb rész szerintem. Itt ki kell számítani, hogy mekkorát ugorjunk. Eljöttem ide és megint csináltam ezt a feladatot, mert ez annyira nagyon szuper, remélhetőleg most át tudom, na végre át tudtam ugrani elsőre, de ez is olyan nehéz, hogy olyan sötét maga a blokk, azt se tudom hova kell ugrani, de megpróbáljuk azért ezt is végvinni. Ott a másikban leestem úgy azt, hogy nem is én hibáztam, hanem valami játékhiba, ez az egész játék, kezdje! Mindjárt feladom ezt. Egyetek, jön fel az a Kitone nevű emberke. Egyes szintű. Rááll a cuccra. Mondom, mindjárt rááll a cuccra remélhetőleg. És vajon mi fog történni vele? Így van, át is váltott kettes. Csak nekem nem vált át. Újra itt vagyunk. Juhé, újra egy nagyon-nagyon szórakoztató rész, hiszen még csak 500-szor ugráltuk át ezt a részt, de legalább most már belejöttem. Újra itt vagyunk ezen a szinten, ami egy viszonylag nehéz szint, mert eléggé nehéz. Azt se tudja az ember, hogy hova ugrál konkrétan, meg hogy merre megyünk. De mindegy, átmegyünk ide, most csak egy két ugrás az egész. Add be játék, legalább ezért legyél kedves, hogy ez az jó. Jó, itt vagyunk, végre, szerintem a 9-es stage vagy hanyadik körül járhatunk, de ez nem, ez a gyerek már akkor itt járt, amikor én jöttem. Hát ezt nem lehet végigvinni akkor ezt a stage-et, ez is bugos, vagy mi van ezzel a játékkal. Jó, megugrom, jó, mennyi előtte, nehogy egymásra ugorjunk, az ezért nem fogja beadni. Olyan óvatosan ugrok, mint az állat. Jó. Mi történt ezzel meg? Nem is ment bele a vízbe, vagy ebbe akármibe. Jó, húzzunk innen. Megőrülök, mi ez a pálya. Itt meg ilyen tűk vannak, amiket át kell ugrálni. Hú! Srácok! Én mondom, hogy ide vissza nem jövök. Ha most itt vége a videónak, hogyha itt az egyszer meghal a karakter. Remélhetőleg még az egy pár ugrást meg tudok csinálni. Jó? Jaj, majdnem belementem már egyből a vérbe. Mit csinálok itt? Mit keres itt egy temető? Aj, megint egy ilyen kis cuccokon való ugrálás. Megőrülök, centizem az ugrál... Jaj, ez olyan izgalmas így, hogy mehetek vissza konkrétan az elejére, hogyha leesek. És nagyon is idegesítő, szerintem olyan 12-es, 3-es stage körül lehetünk, majdnem leesett a karakterem a semmiben, nagyon biztató. Jó, köszönöm.
Ó, mit csinálsz? Már elég is volt ebből a pályából, ennyi a srácok. Remélem, hogy így is tetszett ez a videó. Egy kicsikét most nem tudtuk végigvinni, de hát annyira felidegesít ez a pálya, hogy konkrétan megőrülök. Én húzok is minden, remélem, hogy élvezitek. Ugye tetszett, nyomtok egy lájkot, iratkozok fel, és majd találkozunk nem sokára. Legyetek jók, én lépek is ki innen, sziasztok!